Rendszeresen egyeztet Vera Jurovával a Momentum EP képviselője. Ez derül ki egy a Hír TV birtokába jutott belső Momentumos videóból. A felvételen Donát Anna maga ismeri el, hogy 3 naponta beszélget telefonon a hazánkat élesen bíráló uniós politikussal. De nem csak vele, hanem a Magyarország ellen korábban szavazat megvonást sürgető Judit Sargentini zöldpárti utódjával is. Ahogy Donát Anna felvételen fogalmaz, a jogállamisági ügyek hozzátartoznak, a munkája pedig 90%-ban sikeres. Nem tudom, hogy miért próbáltok belelátni egy ilyen összeesküvés elméletet, árulkodást, hazaárulást mindenben. Itt volt egy konkrét kérdés, hogy ebben az ügyben a Momentum egyeztetett-e Jurovával? Nem egyeztetett Jurovával. Miért egyeztettünk volna? Donát Anna véleménye a nyilvánosság előtt. Vera Jurovával 3 naponta beszéltem telefonon. És Donát Anna véleménye a Momentum belső konferenciáján. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat a Hír TV Informátor című műsora leplezte le. Donát Anna néhány napja egy Varga Judit igazságügyi miniszterrel közös vitafórumon azt állította, semmi köze ahhoz, hogy Magyarországot Brüsszelből rendszeresen politikai támadások érik. A politikus azt is tagadta, hogy erről bármikor egyeztetett volna az Európai Bizottság alelnökével. Vera Jurovát én egy nagyon kellemes, nagyon jó embernek tartom, de azért nem szoktam vele lefekvés előtt csacsogni arról, hogy na képzeld, Vera, már megint mi történt Magyarországon. Vera Jurovával 3 naponta beszéltem telefonon informálisan. Csak hogy az Informátor birtokába került videófelvételből kiderül, Donát Anna hazudott. A felvételen ugyanis maga ismeri el, hogy rendszeresen jelent Magyarországról. Ahogy ő fogalmaz, a jogállamisági ügyek hozzátartoznak. Engem rengetegen keresnek, a jogállamisági kérdések hozzám tartoznak. Vera Jurovával 3 naponta beszéltem telefonon. Magyarországon a demokrácia egyszerűen beteg. Ezt mondta Vera Jurova nemrég a Német Spiegelnek adott interjújában. Az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős alelnöke hivatalba lépése óta dolgozik azon, hogy az Európai Bizottság által nem megfelelőnek ítélt országokat büntessék meg, akár a támogatások vagy a szavazati jog megvonásával is. A jövőben sem riadunk vissza a jogsértések felkutatásától és a 7-es cikkely szerinti eljárástól. Szükségünk van a több éves pénzügyi keretfeltételekre is, hogy kezeljük a jogállamisági visszaéléseket, mondta Vera Jurova. Nyilatkozatához kísértetiesen hasonlót mondott Donát Anna is a Libe Bizottság legutóbbi ülésén. A Momentumos képviselő akkor szintén a tagállamok megbüntetése mellett kampányolt. Ha egy kormány bűnösnek találnak az uniós források szabálytalan felhasználásában, akkor a pénzt közvetlenül Brüsszelből kell elosztani a civil szervezetek, az önkormányzatok és a helyi vállalkozások között, fogalmazott. Mindenről pedig Brüsszelben rendszeresen is egyeztet, saját bevallása szerint nem csak Vera Jurovával. Rengeteg informális telefonhívás, beszélgetés történt, nem csak velük, hanem az új Sargentinivel is, Gwendolyn del Bosszal, a francia képviselő a zöldektől, ő viszi tovább a magyar kérdést. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy 90%-ban sikeres volt az én munkám. Donát Anna Momentumos EP képviselő országvilág előtt letagadja, hogy sűrűn egyeztetne Vera Jurova bizottsági alelnökkel Magyarországgal kapcsolatban, és bármi köze lenne a Magyarország elleni összehangolt brüsszeli támadásokhoz. Így reagált az igazságügyi miniszter a Donát Annáról készült felvételre a közösségi oldalon. Varga Judit úgy fogalmaz, ilyen az, amikor valaki Brüsszelben és Budapesten is a brüsszeli érdekeket képviseli, de nyilvánosan ezt persze nem meri vállalni, még.